legnehezebb mindig a vereséget értékelni. Győzelmet lehet ugye még egy kicsit jobban ki is kozmetikázni, ez sajnos nem lehet. Ugye mondhatjuk azt is, hogy ami ránk volt jellemző bizonyos kisvárdai stílusjegyek, azok most az elmúlt, a mostani fordulóban és az előző fordulóban sem jelentkeztek, csak néha-néha bizonyos periódusokban. Mai mérkőzésen is, amikor ugye 2-0-as hazai vezetésnél kijöttünk a félidőből, az öltözőből, akkor egy másik fokozatra kapcsoltunk. Ott már ugye elmondhatjuk azt, hogy mi ránk jellemző támadásokat vezettünk gyors labdaszerzésekből, és ott tudtunk is szépíteni. Viszont meg kell jegyeznem azt, hogy és ebből kaptunk is ugye egy gólt utána rögtön, meg kell jegyeznem azt, hogy amikor Otto megsérült a kapusunk, akkor ugye azt mondtam, hogy Odincov megérdemli ugye, hogy a kapuba álljon, mert remek teljesítményeket nyújtott az edzésen, és jó volt a hozzáállása, hogy tudta, azt feldolgozta azt ugye, hogy ő most nem véd. Nem szoktam kiemelni játékosokat, nagyon amikor nyertünk sem, meg amikor veszítünk is, de viszont most ezt mindenféleképpen meg kell jeznem, hogy két meccsen 7 gólt kaptunk, és nagy mértékben hozzájárult az ő teljesítménye. Ez persze nem mond le semmi érdemet a hazai csapat a Videóton mai győzelméből, mert gratulálunk nekik is, megérdemelten nyertek. Viszont ez most számunkra egy óriási csalódás volt, ez a két mérkőzés, amiben még egyszer mondom, nagy mértékben hozzájárult a kapuban a játékosunk. Sajnos nem tudtunk visszajönni a mérkőzésbe, amit terveztünk. Köszönjük szépen, várjuk a kérdéseket. Zombi. Zombori András, szia Laci. Összességében az össze mennyire vagy elégedett? Azért mégis csak dobogon tele a csapat. Nagyjából azt hoztátok, amit reméltél? Megmondok. Igen, tehát nagyon jó, hogy felhoztad a kérdést, mert a mai napra azért fejezzük be valami kis pozitívval is ezt a mérkőzés utáni interjút. Úgyhogy mindenféleképpen minden negatívot félretéve már gratulálni kell a Kisvárdának, a klubnak, mindenki, aki ott dolgozik és nagyon sokat tett azért, hogy mondhatom azt, hogy a top 3-ban vagyunk most, ugye? Úgyhogy van mögöttünk nemzetközi mérkőzések, nagyon jó nemzetközi mérkőzések, Magyar Kupa mérkőzés, nagyon jó bajnoki mérkőzések, ami nyilvánvaló, hogy eljuttatott minket oda, hogy a dobogó vagyunk jelen pillanatban, úgyhogy ez mindenféleképpen nagyon jó érzés mindenki számára. Sokat kell majd beszélgetnünk a látottakról, az elmúlt időszakról, előre kell néznünk, és megpróbálni egy újabb hasonló jó szereplést továbbiakban. Szerinted mit kell tenni annak érdekében? Mondtad, az utolsó két meccs nem úgy sikerült, ahogy reméltétek. Mit kell tenni annak érdekében, hogy egy jó posztban lévő csapatnak ne jöjjön mondjuk egy ilyen, nem tudom minek mondjuk ez, hullámvölgynek, vagy igen, ne jön egy ilyen periódus, ami nem csak pontot nem hoz, de a játékban is nagyon elmarad attól, amit korábban játszott a csapat. Igen, valóban teljes mértékben jó a kérdés, és jól látod. Nem szeretnék ebben mélyebben belemenni, mert ez tényleg egy hosszabb elemzést fog megérdemelni ez az egész történet, hogy miért tudtunk ide, viszont még mindig a harmadik helyen vagyunk, azok is mi voltunk, akik nagyon jól szerepeltek a bajnokságban, meg ugye azok is mi voltunk, akik az utolsó két fordulóban ugye gyenge teljesítmény nyújtottak. Az értékelésekből és majd a további beszélgetésekből, amit az előbb is mondtam, abból nyilvánvaló, hogy több minden tanulságot le tudunk majd vonni. Nagyon sokat hibáztunk az elmúlt két mérkőzésen. Azért a 7 gól az nagyon fájó. Köszönjük szépen. További kérdés. Amennyiben is megköszönjük a részvételt. Köszönöm. Először is nem gondolom azt, hogy egy nagy iramú mérkőzés volt. Viszont úgy érzem, hogy az első 45 percben abszolút domináltunk, nagyon jól működtek a labdakihozatalaink, türelmesek voltunk, és ugye 4 gyönyörű gólt szereztünk. Természetesen vannak hibák, amiket javítani kell, de a csapatnak gratuláltam. Attól függően el kell mondanom, hogy
hogy a véleményem az Újpest meccs utáni véleményem akkor sem változik. Ugye azért lehet látni, hogy felforgattam a kezdő 11-et is, ugye a Menyár Zsombit is kezdőbe jelöltem. A Négó egyébként ugye mindig kikérdezi, azért nem volt keretben, mert sérüléssel bajlódik, de ő se lett volna egyébként a kezdő 11 tagja. Merek a fiatalokhoz nyúlni, azokhoz a játékosok, azok nem megtesznek, és örülök, hogy ez eredményben is kijött. Köszönjük az értékelést, és akkor jöhetnek a kérdések, Andrés, parancsolj. Szia, Szabi, gratulálok. Félig mondtad is, amit akarok kérdezni, hogy ugye ez az összeállítás, ez a felállás, ez jelezte, hogy kivel voltál elégedetlen elsősorban az előző fordulóba? Biztos, hogy jelezte is. Egyébként a Kodrónak se a hozzáállásával vagy mentalitásával van a baj. Én egy kicsit görcsösnek érzem már hetek óta, viszont a hozzáállásával semmiféle probléma nincs mérkőzésen. Én vele külön beszéltem, hogy nem fog kezdeni. Most így döntöttem, hogy ezt a kezdő 11-et teszem be, de beszéltük ezt már az Újpest meccs után is, hogy amikor hármat cseréltem, hogy kivel voltam, akkor lehetett volna a tizet is. De a reakciót azt láttam, hogy az megfelelő volt a mai mérkőzés alapján vagy során, úgyhogy természetesen nagyon boldog vagyok, hogy a három pontot begyűjtöttük, rúgtunk 4 gólt, úgyhogy ezen az úton kell tovább mennünk. Azt hadd kérdezem még meg, hogy mi volt számodra ennek a meccsnek a legnagyobb pozitívuma? Mi az, amit biztosan el lehet vinni majd itt a tavaszi folytatásra, amiből lehet építkezni? Abszolút a hozzáállás, szerintem az látszott. Illetve, hogy mindenki futballozni akart, különösen az első fél időben az nagyon tetszett, hogy kontrolláltuk a mérkőzést, felvállaltuk a játékot saját térfélen is, amit kérek is. Mindenki hozzárakta, amit hozzá kellett, a kapusunk is óriásit védett, úgyhogy természetesen örülök a sikernek, de ahogy mondtam, múltkor is nem szabad senkit a mennybe magasztalni, vagy a földbe tiporni, de a kritikát vagy a dicséretet azt ugyanúgy el kell fogadni mindenkinek, profi játékosok, erről szól. Van-e még kérdés? Nincs, köszönjük szépen, és jövőre találkozunk, úgyhogy kellemes ünnepeket addig is mindenkinek. Sziasztok!